A 2014-es Godzillával az volt a legnagyobb gond, hogy alig volt benne kaiju csörte. No de vajon a folytatásban van elég bunyó? Kritikánkból kiderül. Miután 5 évvel ezelőtt kiderült, hogy a Földön nem mi vagyunk a legnagyobb ragadozó, a kormány most már jóval nagyobb hangsúlyt fektet a titánok kutatásába és monitorozásába. Ki is derült, hogy jó pár ősi szörnyetek szunnyad a Föld és az óceánok mélyén, de már nem sokáig. Megjelenik egy szakadárcsoport, amely úgy érzi, fel kell ébresztenie a titánokat, mert csak így vethetnek véget világunk hanyatlásának. Ez pedig sem a kormány, sem Godzilla nem hagyhatja annyiban. Sok kritika érte a 2014-es Godzillát, például, hogy kevés volt benne a szörnycsörte, túl melankolikus volt és teljesen érdektelen ember szereplőkkel foglalkozott, de a stílusában nem lehetett belekötni. Borongós, de hátborzongatóan szép beállítások kíséretében prezentált a főhősét, és hangulatában visszaköszönt az eredeti Godzillára, ami anno az atomháború allegóriájaként született. Nos, a kritikákból valószínűleg csak annyi jött át a szörnyek királya alkotóinak, hogy az első filmben kevés volt a bunyó, így a folytatást már alaposan megszórták monsterekkel és azok összecsapásaival. Itt akár be is fejezhetnénk ezt a videót, és mint akik jól végezték dolgukat, elmehetnénk újra tölteni a kólásporunkat, csak az a baj, hogy ennek a filmnek a forgatókönyvírói valószínűleg pont ezt tették félúton. Nem lehet azt mondani, hogy a Godzilla 2-nek hányoveti a története, ugyanis az nem sok van neki. A sztori nagyjából annyiból áll, hogy az emberek rohangálnak a világ egyik pontjáról a másikra, hol szörnyeket üldözve, hol azok elől menekülve, és közben gyakorta szakítanak időt arra, hogy szerencsesüt is bölcseleteket eregessenek. Mindezzel együtt a film valamilyen egészen furcsa módon rezonál a végtelen háborúra. Itt is van egy olyan karakter, aki el akarja hozni az egyensúlyt a világba, van is ehhez egy herkentyűje, nevezzük végtelen kesztyűnek, melynek kövei a kiszabadított titánok lesznek. Igen ám, de az elgondolásában alig akad logika, amit jól mutat, hogy az említett kütyűvel hol tudja irányítani a kaijukat, hol nem. Legalábbis ezt mondja, de mondanak ebben a filmben mindenfélét. Többnyire önkéntelenül szellemes technohalandzsát, meg olyan szellemeskedéseket, melyek csöppet sem szellemesek. A történet középpontjában megint egy kettészakított család van, csak ezúttal az apa helyett az egyik gyerek lesz oda, amitől aztán sem a Kyle Chandler által alakított apa, sem Vera Farmiga játszotta anya, sem pedig a kettejük között örlődő Millie Bobby Brown nem találja a helyét, de úgy általában a történetben sem. Túl jelentéktelennek tűnnek ők a szörnyek keringőjében, a forgatókönyv mégis próbál rájuk úton vélem fontos dolgokat bízni, melyeket gyakorta kísérhet szemforgatás. És hogy a mellékszereplők mennyire jelentéktelenek, azt jól mutatja, hogy az egyik szereplőről nagyon kevés nézőnek esett le, hogy van egy ikertestvére, és hol az egyik, hol a másik tűnik fel a színen. De jó, értjük mi. Nem az emberek agóniájáért jöttünk, hanem a címszereplőért és a kis haverjaiért. Szerencsére a filmet gyártó Legendary ügyvédjei az elmúlt évek során szorgoskodtak egy sort, és sikerült megszerezniük Godzilla slepjének jogait is. Így a szörnyek királyának immáron nem game kapocs kiszedőkre emlékeztető no-name mutókkal kellett megküzdenie, hanem végre meginvitálhatta a többi nagymenőt Mothrától kezdve Rodanen át a háromfejű Ghidoráig. A lények le is zavarnak jó néhány csörtét, melyek között akad olyan is, amitől felgyorsul a szívverés, csak az a baj, hogy kreatív döntéseknek és költségvetési korlátoknak köszönhetően a bunyók javából alig lehet kivenni valamit. Az operatőr és az effektesek szűrőkbe és mindenféle speciális effektusokba, azaz felhőkbe, esőbe, porba, törmelékbe borítják a szörnyeket, és bunyóikat olyan közelről filmezik és olyan szaporán vágják, hogy gyakorta azt se lehet kivenni, hogy épp kiüt meg, harap kicsodát. Így pedig szép lassan unalomba fullad a Godzilla 2, pedig Manishatból akadna benne jó néhány. Például a dugóhúzóban repülő Rodan, amely pörgés-forgás közben vadászgépek garmadáját szedi le az égből, vagy a címszereplő, ami egészen új mutatvánnyal áll elő. De ezek csak pillanatokra húznak ki ebből a túl hosszú, túl hangos mozgókép masszából, amit csak nagy jó indulattal lehet filmnek nevezni. A Godzilla 2 a szörnyek királya olyan, mint egy rockkoncert, ahol ugyan a kedvenc zenekarod a legnagyobb slágereit játsza el, de közben úgy elvakítanak a reflektorok, olyan torza hangosítás és olyan nagy butaságokat mond két szám között az énekes, hogy csak módjával vagy képes élvezni az egészet.